A fürdőbővítés munkaterületén a közművek kiváltása és a hideg, valamint a melegvizes kutak fúrása után a kivitelező hozzáláthatott az épületek konkrét fizikai megépítéséhez. Horváth Attila, a Fehérép Kft. Általános igazgatója azonban elmondta, mielőtt ezt valóban elkezdhették volna, több előre nem várt feladatba is beleütköztek. Azon a területen, ahova az élmény fürdőt, a család élmény fürdőt kellett kiviteleznünk, korábbi kivitelezésből, illetve a korábbi építkezésekből rengeteg szennyezőanyagot találtunk. Gyakorlatilag ahhoz képest, hogy csak a felső humuszréteg letakarítása után itt a helyszínen deponálva a földet félre kellett volna tolnunk, közel 2000 köbméter betonnal, építési törmelékkel, illetve az itt lévő korábbi épületeknek a pince falszerkezetével szennyezett földet kellett elszállítanunk, talajt cserélnünk. A szakember hozzátette, a terep kitakarítása után végre valóban nekikezdhettek az épületek felhúzásának. Ezeknek a munkáknak az eredményét pedig már a makóiak is lekövethették, hiszen szemmel láthatóan új lendületet vett a beruházás. Elkészítettük az élménymedencének a szerkezetét, elkészítettük a csúszdatornyot, elkészítettük az akkor még nyári öltöző épületének hívott épületet, illetve ezeknek a tetőfedését, ágyszerkezetét készítettük. Ezzel párhuzamosan a telek másik sarkában lévő élménymedencének az alapozását elvégeztük. Ugye itt is volt egy komoly anomália, hisz a városi csatorna, a Nagy Ér nevezetű városi szennyvíz csatorna, az ennek az új medencének, medencetestnek a ható körzetébe volt, úgyhogy itt is át kellett a kivitelezéshez terveztetni az alapozást, mert beleértünk volna a csatornába. Horváth Attila elmondta, az épületek tetőszerkezetéhez szükséges komoly mennyiségű faanyagot külföldről rendelték meg. Ez 2022 elején meg is érkezett Magyarországra. Ezek tárolása, valamint kezelése is elkerülhetetlen feladat volt, ám erről részletesebben holnapi híradónkban számolunk be. Ugyanitt arról is szó esik majd, hogy miért volt fontos az eredetileg nyári öltözőt téliesíteni.